elkezdődött az új év, és a Sótatkerti focisuli tornáinak sorozata is, melyben az első a Sörös Lajos emléktorna. Mit kell erről a kupáról tudni? Hát igen, mert új év, új kezdetek, új lehetőségek. Hát szokás szerint már a 12. alkalommal próbáljuk megszervezni minél jobban ezt a hagyományos emléktornát Sörös Lajos emlékére. Tudjuk, hogy a Vadkertnek a szimbóluma volt, a labdarúgás elhivatottja, és ennek méltóan próbáltunk olyan színvonalas tornákat rendezni mindig, hogy az ő hírnevéhez méltó legyen. Van, amikor vidéki csapatokat is hívunk, az időjárás is közbeszól, akkor esetleg nem jönnek el, de környékbeli csapatok általában itt vannak, Kecskemétről két csapat, Akasztó Körösről két csapat, Izsák, a Sótvadkert csapata, Kiskunhalas, a Sziládi, tehát általában ezekkel szoktuk megoldani ezeket a tornákat, és úgy gondolom, hogy egy ilyen téli felkészülésnek tudható be, hogy a gyerekek itten aránylag jó körülmények között fel tudják mérni versenyszerűen, vagy mérkőzésszerűen a tudásukat, vagy a képességeiket. Mely korosztályt öleli fel ez a mai nap? A 2004 után születettek, tehát az U13-asoktól van ez a korosztálynak kiírva. Természetesen fiatalabbak játszhatnak, de 2004-től fölfele bárki, aki született, vagyis hát 2004-5-6 születésűek játszhatnak, ki hogy látja, vagy ki milyen képességű, és ezekkel próbáljuk megoldani a torna színvonalát. A Vadkerti egy csapatot kik képviselik, és milyen edző irányítása alatt szerepeltek a mai napon? Jó, hát ez jó. Tehát ez a Sótvadkerti labdarúgásnak a rákfenéje, ez az U13-as korosztálya mindig valahogy szerencsétlenek, vagy nem tudom, már nem, tehát már tehetetlenek vagyunk, mert mindig önállók valami törés történt. Ez az edző, az az edző nem volt jó, ennek nem felelt meg. Közben akkor megpróbáltunk nagy anyagi áldozatok árán a Velez Attilát ide csábítani. Az fél évig tudta vállalni, vagyis a december elejéig ez egy kicsit érdekesnek tűn nekem, de utána a régió központ vezetését fogja megkapni, és így már ő nem tudta tovább vállalni a csapatot, és mint hát jó az öreg a háznál, a Himmer Pista bácsit kértük meg, és úgy látjuk, vagy hát legalábbis próbálkozunk mindenkinek megfelelő edzőt, játékosnak, szülőnek is, de sajnos itt már a szülőknek is meg kell felelni, mert mondom, egy kicsit olyan komplikált ez a korosztály, hogy a labdarúgást is fő szempontnak tartsák a gyerekek. Sajnos, azt el kell mondani, tehát edzés nélkül, munka nélkül, ugyanúgy, mint az élet más területén nincs semmi. A gyerekeknek kéne járni edzésre, a másik korosztályok gyerekei is, a Kiskörös, Akasztó, bárhol, azok is járnak iskolába, azoknak is kell tanulni. Mindig azt a kifogást találjuk, hogy a szülő mondja, hogy sokat kell tanulni. Ez úgy gondolom, minden iskolába kell tanulni, nem csak Sótvadkerten kell tanulni, és vagy csak erre fogják azt, hogy inkább könnyebben feladják, és egy-két edzéssel próbálják magukat versenybe tartani. Hát ezt tudni kell. Tehát eredmény, munkanélkül eredményt nem lehet elérni. Tehát ahhoz dolgozni kell, és itt az élő példa a Windecker Joci is, és a Vida Máté is, ők pluszba is dolgoztak, pluszba is edzettek, és amikor idejük volt, mindig a labdával foglalkoztak. Nem könyörögni kellett nekik, hogy járjanak edzésre, meg gyere le a mérkőzésre. Én úgy gondolom, az egymás iránti tisztelet nincsen meg némelyik játékosnál, és szülőnél ugyanúgy egyaránt, hogy ha az egyik szülő áldozatkészen jön, a gyerekét fölkelti, a másik meg nem. Könnyebben mondják, hogy jó van, kisfiam, aludjál, maradj otthon, nem kell eljönni. Én úgy gondolom, a szülők tudnának legtöbbet segíteni abba, hogy a gyereknek azt mondani, hogy ha szeptember 1-én vállaltad ezt a úgymond sportot, vagy amit választottál, hogy te futbolista szeretnél lenni, vagy bármilyen sportoló, akkor azt kell mondani, hogy jó fiam, vagy lányom, vállaltad, akkor június 1-jéig ezt csinálod végig. Hatodik, ha szakad, mindig mész. A szülő is könnyebben mondja rá, hogy nem, ne gyere, mert őnek is egy gond a kevesebb. Én úgy gondolom, az volna jobb, hogyha a szülők egy kicsit motiválnák jobban a gyereket, nem kötelező járni, de motiválni kell. Ha nem, akkor meg utána se járjon. Ne az legyen, hogy 3 hétig jön, 1 hétig nem jön, tehát úgy gondolom, ez nem egészséges dolog. A gyereknek az életben is ugyanez lesz, hogy majd mindig megoldja a szülő, meg a szülő dolga. Nem, én azt gondolom, hogy
tisztességesen kell dolgozni, edzeni, és utána majd jön az eredmény magától. Ha nem, akkor is már egy jó eredményt elértünk, hogy a gyerekek nem otthon számítógépeznek, mozognak, egészséges életmódra vannak nevelve. És én úgy gondolom, hogy ez lett a jövő útja, még ha nagyon kevés gyerek is van, mert sajnos azt el kell mondani, hogy nagyon kevés gyerek van. Ha kicsit nagyobb lenne a választék, nagyobb szigorra és nagyobb következetésekkel tudnánk mi is nyúlni, vagy a gyerekeket úgymond behatárolni, mert hogyha rá van kényszerítve, hogy megjelenjen az edzésen, olyan teljesítmény nyújtson a felméréseken, és ha nem, akkor esetleg megköszönnék neki a munkáját, akkor lehet, hogy a gyerek jobban motivált lenne. De mivel most már csak éppen, hogy megvannak a korosztályok, de nem csak nálunk, bárhol máshol, én úgy gondolom, hogy nincsen olyan szankcionális eszköz a kezünkbe, amivel jobban tudnák motiválni. És itt jön a szülőnek a segítsége, aki tudná motiválni, hogy a gyerek elhivatott legyen, ami ilyen sportot választ, és amit végig akar csinálni. Egy nagyon szoros mérkőzésen szenvedtetek vereséget. Először kezdjük azzal, hogy a csapat, akivel eljöttél a tornára, kik alkotják, mennyit dolgoztok együtt? A 2004-es tornára jöttünk, ugye, és nagyon vegyesen jöttünk most el. 2004-es, 5-ös és még 6-os is található a csapatban. Ez erre közrejátszik az, hogy ugye most influenza szezon van, vannak betegek, és nagyon sajnálom, hogy az egyik legjobb játékosom és a legjobb csatárom nem tudott eljönni, őt neki egy anyanyegyet kellett leműteni, ezért nem tud most 2 hétig mozogni, őt nagyon sajnálom, hogy nem tudott eljönni. Igazából 2013 óta dolgozok velük együtt, az U11, mióta U11-esek, ugye ez alatt ők többen csatlakoztak hozzájuk, volt, aki abba hagyta, de létszámilag szerintem megvagyunk, ennek örülök is, ugye annak ellenére, hogy kiskörösön két csapat is van, a Ben meg a Petőfi, így eloszlanak a gyerekek, de úgy tudom, mind a két egyesületnél elég jó nagy számban vannak gyerekek. Sotthatkerten az elnök, a focisuli elnök említette, hogy gondot jelent a létszám. Kiskörösön jellemző ez, vagy pedig azért elégedettek vagytok, tehát minden korosztályt fel tudtok tölteni? Hát mind előbb említettem, mi ebben nem panaszkodunk. Úgy tudom, Gyula bácsinál is jó nagy létszáma vannak az ovisok, az ifjabbik Pásztor Gyulánál is 20 körüli létszám van az U7-ben, vagy az U9-ben, és nálam is az U11-es korosztályban 18-an járnak, az U13-as korosztályban most vagyunk egy kicsit kevesebben, körülbelül 13-an, 12-en, 13-an, de nem panaszkodok én sem. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről, a Sotthatkerten rangadóról, ugye ez mindig rangadó, közel van egymáshoz a két település, hogyan tudnád értékelni a mérkőzést, hiszen a vadkertiek fölényben voltak, a gólt azonban mégis egy hiba előzte meg. Hát igen, sajnálom ezt a mérkőzést, mert hát vadkerte mindig szoros mérkőzéseket játszunk, kiki meccset, valamikor mi győzünk, valamikor a vadkert, most a vadkertek sikerült, hát igen, ahogy említetted, egy szerencsétlen gólba, amikor mi támadtunk, és abból pont egy kontratámadás elől maradt a támadójuk, és ügyesen átemelte a kapusunkat, tehát mondani, egy szerencsétlen góllal kaptunk ki. Én úgy gondolom, hogy az egy döntetlent megérdemeltünk volna mi is, mert a srácok nagyon jó küzdöttek, hajtottak egymásért, de ugye a focit gólra játsszák, ezért most a vadkert bizonyult jobbnak. Mire számítasz a mai tornán, játékban, eredményességben? Hát bízok benne, hogy még az utolsó mérkőzést sikerül megnyernünk. Ugye az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy meg a nézők is azt volt, úgy említették, hogy mi támadtunk többet a kecskeméti UFC ellen, és mint előbb mondtam, ugyanúgy azt is gólra játsszák a meccset. Ők kétszer rúgtak kapura, két gólt lőttek, mi nekünk volt körülbelül 5 zicserünk, abból kapufalát sikerült rúgnunk meg, kapusba rúgtuk, nem jött össze, de bízok benne, hogy az utolsó meccsre még jobban felszívják magunkat a srácok, és megverjük az akasztót.